A korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy nem a legjobb színvonalon működik az alapellátási ügyelet Magyarországon, ezért az a döntés született, hogy jöjjön létre egy egységes rendszer, amely a betegeknek magas szintű ellátást nyújt, lakjanak bárhol. Mondta el Györfi Pál az országos mentőszolgálat szóvivője. Az új rendszer egyébként két részből áll, az egyik a házi orvosi, a másik pedig a sürgősségi ügyelet. A házi orvosi ügyelet célja az, hogy azokat az egészségügyi problémákat, amik talán a legjellemzőbbek és enyhe tünetekre épülnek, és általában 16 óra és 22 óra között jellemzőek a betegek szempontjából, ezeket megoldja. Tehát ez az első eleme az ügyeleti rendszernek, a házi orvosi ügyelet. Az éjszakai órákban mi azt látjuk, hogy aki az ügyelethez fordulott, viszont általában valamilyen akut problémáról van szó, szóval ami most kezdődik, és sokszor súlyos tüneteket produkál, ezért az éjszakai órákban egy valódi sürgősségi ügyeletet működtetünk. Októbertől Tolna vármegyében Bonyhádon, Dombóváron, Pakson, Szexárdon, Tamási van, és Tolnán lesz házi orvosi ügyelet. Sok településen rendkívül alacsonyabb betegforgalom, így arra nem lehet infrastruktúrát fenntartani, szakembereket alkalmazni. De ha komoly problémája van valakinek, ő ott is azonnal ellátást kap, oda küldik az ügyeleti kocsit vagy a mentőautót. Ehhez létrehoztak egy új telefonszámot, a 1830-at. Egy olyan ügyelet irányítóval fog beszélni, aki egészségügyi szakember, és az a feladata, hogy a kapott információk alapján megállapítsa, hogy milyen ellátásra van szüksége a betegnek. Lehetséges, hogy telefonos tanácsadás elegendő, mondjuk azt mondjuk, hogy vegyen be két tablettát abból a gyógyszerből, ami neki ebben a helyzetben szükséges. De az is lehet, hogy mondjuk a szakemberünk a kapott információk alapján megnyugtatja a beteget, és azt mondja neki, hogy nyugodtan várhat holnap reggelig, és akkor menjen el a saját házi orvosához. Viszont, hogyha komoly baj van, akkor késedelem nélkül akár ügyeleti kocsit, akár mentőautót tud riasztani a beteghez, lakjon bárhol tolna vármegyében. Február 1-e óta egyébként már 9 vármegyében működik az új rendszer, azóta közel 130 ezer alkalommal vették azt igénybe. Ezek során 93%-ban enyhe esetek miatt hívták a 1830-as számot, a betegek visszajelzései alapján elmondható, hogy jól működik, ugyanis az 1-5-ig terjedő skálán kapott értékelések alapján 4,3-as elégedettségi átlag jött ki, ami az egészségügyi szolgáltatások területén igen magas értéknek számít.